mostan puszta ám, igazán a puszta, írta Petőfi 1848. januárjában, pedig akkor még nem is láthatta a folyószabályozások eredményét, mely az Alföld jelentős részét szikesivataggá változtatta. A gazdálkodók egyedül az öntözésben reménykedhettek, ehhez pedig víztározókra és csatornákra volt szükség. A Szőke-Tisza felduzzasztásával kialakított kiskörei víztározó Magyarország második legnagyobb tava. 1988 óta a neve hivatalosan is Tiszató. Az Alföld szívének is nevezik, abár inkább műszívez, hiszen a Szomi halálra ítélt Alföldet mentő mérnökök alkották. Az életmentő műtét sokáig tartott. A kiskörei vízlépcsőt 1967-től 1973-ig építették, de a hullámtér feltöltése csak 1978-ban vált teljessé. A 127 négyzetkilométer területű Tiszató tározótere régi holtmedrek, vízfolyások, egykori legelők, erdők, szántóföldek helyén létesült. Négy nagyobb, nyílt vízű medence mellett öblítő csatornák, szűk átjárók, szigetek, s rajtuk kisebb tavak, kubik gödrök, zegzugok teszik meglepően változatossá. Földrajzi nevei szinte zenélnek. Borzanat, Ráboly, Gaznyilas, Dühös lapos, Apota, Duhogó, Nyárátka, Göbe, Tergeerdő, Aponyháti csatorna, Vakegervize, Buláti sziget. Március végén a kiskörei duzzasztómű segítségével megkezdik a tóvíz szintjének fokozatos emelését. A nyári szint elérése két hétig tart. A műveletet a vezérlőhelyiségből irányítják. Az öblítő csatornákon az addig zárva tartott zsilipeket felnyitják, így a Tisza vize újra bejut a tározótérre. A Tiszató, az Alföld szíve, Kelet-Magyarország legnagyobb tava, olyan víz, ahol részben az ember irányítja az évszakok változását. A vízszint szabályozás az őszt és a tavaszt két további, egymástól merőben különböző időszakra osztja, így itt az évszakok száma 4-ről 6-ra nő. Két ősz köszönt be a nyár nyomán, s a tavasz is kétszer ébred a tél fagyos álma után. Április elején a Tiszató 6 évszaka közül az elsőnek, a kisvizes kora tavasznak már csak napjai vannak hátra. Cankók és más kisebb parti madarak pihennek meg vonulásuk közben a nagy állóvíznél. A túlfeneke csupán egy-két únyi víz fedi, amit könnyen meglábolnak táplálék után kutatva. Szomorkás füttyögésük beleolvad az ilyenkor még kihalt táj csendjébe. Az alig észrevehetően emelkedő vízszint számukra sokat mondó. Arra sarkalja őket, hogy kerekedjenek fel újra, és vonuljanak tovább költőhelyeikre. Itt hamarosan túl mély lesz nekik a víz. Április közepére eltűnnek a cankók, és megkezdődik a Tiszató második évszaka, a nagy vizes tavasz. Az óhalászi Holt-Tisza partján a hirtelen jött vízszint emelkedés még a szárazföldi állatokat is meglepi. A vízimadarak kifejezetten élvezik. Ha két kisvecsök találkozik, jellegzetes hangjukon üdvözlik egymást. Most viszont egy másik hangra is felfigyelnek. A terület leggyakoribb ragadozó madarai barna réti héjjel kémlelik a tájat. A
A tojó messze hangzó kiáltásával jelzi a fajtársaknak, hogy ez itt az ő területe. A hím az ellenkező irányból érkezik, meglepve a kisvecsköket. Minden tavasszal sikeres vadászatokkal kell bizonyítani a rátermettségét a tojó előtt. Ez most nem sikerült. A vöcsök gyorsabb volt. Most, hogy a Poroszlói medencében újra elég magas víz hullámzik, úhalász ismét megközelíthető az ember által is. Egyetlen keskeny, vadregényes kis átjáró lehet ide behajózni. A belső meder jóval mélyebb, mint a tározó. Itt télen is marad elegendő víz a halak teleléséhez, de az év többi szakában is kedvelt élőhelye az állóvízi fajoknak. Amint megnyílik a vízi út, a tó halgazdálkodási hasznosítója megkezdi a compó állomány erősítését. Az oxigénnel ellátott halszállítókádból az általuk kedvelt élőhelyre a parti öv gyékényesébe kerülnek a kis compók. A tyúkai vadékkal jóval óvatosabban kell bánni. A zsengetest könnyen sérül. A tyúka nász időszaka február és március. Abban az időben pedig a tározótére még nincs elég víz a szaporodásukhoz. Ezért indokolt a több százezernyi ivadék telepítése most nagy víz idején. A tyúkai vadékok már ilyen fiatalon is zsákmányul ejthetik és felfalhatják egymást. Ezért a kihelyezésnek itt nagy területen elszórva kell megtörténnie, miközben a csónak lassan, szinte lábújhegyen halad, az ivadékokat óvatosan, csak nem egyenként öntik a vízbe. A halak persze maguk sem tétlenkednek, és megkezdik az ívást szép sorban, ahogy eljön az ideje. A pontyfélék közül első a dévérkeszeg, mely a vízszint változást főleg az öblítő csatornák partjai mentén érzékeli. A lapított testű, palacsintaszerű halak a parti fűzfák vízbelógó gyökerei körül gyülekeznek, mert majd azokra tapasztják ikráikat. Mikor a párzási láz fellángol, több hím is nyomába szegődik egy-egy nősténynek, majd csapkodó tömegben a parti fűzfa gyökerekhez dörgölőzve ívnak. Így a kibocsátott és megtermékenített ikrák zöme megtapad a szakállas gyökérzeten. A vízben lebegő ikrák is a part felé sodródnak, végül a fűzgyökereken egész ikrafürtök csüngenek, ami minden állat számára elsőrangú fehérjeforrás. A tőkés récék is lelkesen fogyasztják. A törpeharcsáról közismert, hogy falja az ikrát. De kevesebben tudják, hogy ilyenkor valójában minden hal ikrát eszik, még a bodorkák is. Ezért is raknak a keszegek rengeteg ikrát, mert így a megtizedelt mennyiség is elegendő a következő nemzedék biztosításához. A legtöbbet az ember árthat a szaporulatnak. A nem körültekintően közlekedő hajók, motorcsónakok által keltett hullámzás leverheti a gyökerekről az összes ikrát, melyek az iszapos, oxigénben szegényebb fenékre hullva elhalnak. Ezen az öblítő csatornán nagy a csónakforgalom. Egész nap egymást érik a járművek. Most, hogy jól laktak dévérikrával, az ívás sora a bodorkákon van. A pozícióikat féltő hímek lögdösödéséből sajátos kis tánc kerekedik.
A Tiszavalki medencében a frissen elöntött laposokon mindenfelől nádzörgés, fröcskölés hangja hallatszik. Az emelkedő vízzel óriási pontyok úsztak be. A laposok alig két hete még csontszárazon álltak. A víz még most is sekély, a nagy számban gyülekező pontyoknak szinte kilátszik a hátuk. A vízszint emelkedése a szaporodásra késztető tényezők közül az egyik legerősebb. Ehhez jön még az április végi szokatlan felmelegedés, így hát a pontyok idén korábban megkezdik az ívást. Először a nyílt részeken ismerkednek egymással, és verődnek hármas-négyes csoportokba. Egy-egy ikrás kelleti magát, egyre több hódolót gyűjtve. Mikor úgy ítéli meg, hogy elég sok követője van, az ikrás a nádas felé veszi útját. A ponty a természetes élőhelyeken az elöntött ártéri réteg növényzetében ívna, ám ahogy a Tiszató öregszik, egyre kevesebb ilyen helyet talál benne. Maradt hát a nádas. Jobb híján abban történik-e korai náz. Ahogy egyre melegebb a délelőtt, az ívás vehemenciája fokozódik. A 10 kiló feletti pontyok párzása messze hangzó, fröcskölő zajjal jár. Csendben megérkeztek az ezüst kárászok, és ivari parazitaként rátelepednek a pontyívásra. Ennek a távol-keletről betelepített fajnak számos helyen csak nőstény egyedei vannak, melyek más pontyfélék hímjeit csábítják el, de az utódokból az apa örökítő anyagát kizárják, így a szaporulat ezüst kárász klónokból fog állni. Ezek a halak drasztikusan blokkolják a ponty szaporulatokat, nem is szólva az általuk szinte teljesen kiszorított őshonos kárászfajról, a széles kárászról, mely már a Tiszatóban is ritkaság. A kiesett ponty szaporulatot mindenütt telepítésekkel igyekeznek fótolni. A ponty elsődleges fontosságú a horgászok számára. A Tiszatóba tehát számos ponton, több hullámban telepítik a túlgazdasági pontyok különféle korosztályait. A két nyarasok közül egy kijelölt mennyiség egyedi jelölést is kap, így visszafogás esetén vándorlásuk és növekedésük nyomon követhető. 28 fél, 11. Ez az. 62. A szivárványos ökle a legkisebb pontyfélénk, 6-8 cm-nél nem nő nagyobbra. A teljesek színes nászruhája és az ikrások hosszú tojócsöve mutatja, hogy ők is készek az ívásra. Egy furcsa hal kisé megijeszti őket. Ritkán látnak réti csíkot. A réti csík a nappalt az iszabba fúródva tölti, de a légnyomás esését minden barométernél pontosabban megérzi. Ilyenkor izgatottá válik, előjön és új utakat keres. Nyugtalansága pontosan jelzi, hogy az eddig száraz és meleg tavaszban az időjárás gyökeres fordulatot vesz. Hegyként tornyosulnak a hatalmas felhők, és vihar előtti csend üli meg a síktájat.
Február óta először ered el az eső, és látszik, hogy nem fog hamar elállni. Az alacsonyabb, füves partok nagy tócsái lassan összeérnek a tóval. Ez az, amire a réti csík várt, ami miatt már egy napja nyugtalan volt. Ilyenkor nyílik meg az út igazi otthonába, az ártér sekély vizébe. Létfontosságú, hogy előre érezze és nyomban kihasználhassa a víz emelkedését, vagy időben menekülhessen az apadás elől. Az eső csak esik és esik, az évtized legcsapadékosabb májusát hozva. Hosszú hetek múlva, mire eláll, a táj alaposan megváltozik. A Tisza megduzzad és szőkévé válik az áradás agyagos hordalékától. Az öblítő csatornákat lezárták, hogy minél kevesebb hordalék rakódjon le a tározótérben. A víztöblet az áramló Tiszán lassan levonul, de addig még sok idő eltelik. Most csak jön a Zöldár. A hullámtéri erdők már víz alatt állnak. A szúnyogok most bepótolták, amire eddig nem volt lehetőségük. Lárváik nyüzsögnek az erdővizében, ők maguk pedig a fák közt. Vörös hasú unkák melankolikus ümmögése hallatszik mindenfelől. Az erdőben egyre magasabban áll a víz, és még mindig csak emelkedik. Réti csíkunk jól lakott szúnyoglárvával. Néha felúszik levegőt venni. Az oxigén szegény mocsarakhoz és sekérétekhez alkalmazkodva belének egy szakasza fel tudja venni a légköri oxigént. Az elhasznált levegőt a végbelén nyomja ki, miközben frisset nyel a felszínről. A jégmadár úgy választja meg ürege helyét, hogy az a legmagasabb vízszint felett legyen. Ha már tojáson ül is, rendszeresen kiröppen egy közeli faágra, ahol különféle szükségleteit végzi el. Aztán irány vissza a tojásokra. De nem sokára ismét megjelenik, hogy köpeteljen egyet. Ilyenkor a lenyelt apró halak emészthetetlen részeitől szabadul meg. Tóparton egy vízisikló leselkedik, aztán komótosan tovasiklik. Épp időben ahhoz, hogy az érkező szürke gémek figyelmét elkerülje. A gémek számára az eső utáni parti kiöntések valóságos terített asztalt jelentenek. A sekélyvizet könnyen meglábolják zsákmánykeresés közben. Az előbbi sikló biztonságos távolságban úszik be a nádasba, így ezúttal már megmenekült. De a gémnek az élettől nyüzsgő part mentén közelebb is lesz még prédája. Legnagyobbat ugró békánk, az erdei béka ilyenkor már szárazföldön tartózkodik. Hiába a hatalmas ugrások, a békából sovány kis előétel lett. Bár teste nyálkás, mégsem csúszik annyira, mint egy halé, ezért a gém egy korty vizet is utána küld. Tetőzik az árhullám, megtelt a hullámtér is. A Tisza vize kint áll a gátlábánál. Ahol a víz végre füves területet ér, megjelennek a pontyok.
A folyószabályozások óta ritka alkalom a halak életében, hogy igazi ívóhelyükön elöntött réten ívhatnak. Csak akkor történhet ez meg, ha egy árhullám tetőzik és eléri a gátat. Ráadásul épp a megfelelő időben, májusban. Ezt a nagyjából 7-10 évente kínálkozó alkalmat a pontyok most jócskán ki is használják. Az áradásnak egy sokkal tragikusabb következménye is van. Az ukrajnai vízparti szemétlerakókból a Tiszába mosódott műanyag hulladék tonna számra úszik be Magyarország területére. Ott, az úszó hulladékhalom mellett hirtelen megkezdődik a híres tiszavirágzás. Az agyonszabályozott, gátak közé szorított, cianiddal és műanyag hulladékkal meggyötört folyó megmutatja, hogy él és élni akar.